Új szakkör indult a Művelődési és Ifjúsági Központban. Milyen szakkörről van szó? Ez a gombás szakkör, ami most indult, március 2-án, és hát már volt egy néhány foglalkozás, hetente egy alkalommal, 15 óra 45-től és 16:45-ig tart a foglalkozás, minden héten lesz a jövőben is. A Nagykunságban milyen gombatípusok lelhetőek fel? A nagykunsági gombatípusok, ezek főleg a csiperkék, és ezen kívül még a mezei szegfűgomba, ami egy jellegzetes kunsági gomba, meg hát még őzlábgombák is vannak az erdősávokban, amik ehetők, és ezen kívül hát a óriás pöfeteg, ami például kisújszálláson elég nagy tömegbe szokott jelentkezni a sertéstelepi hígtrágyatárolók melletti részen, és hát azon kívül vannak kisebb pöfetegek, például szürke pöfeteg, ami hát juleggelőn, marhalegelőn előfordul. Hát még ősszel a erdősávokban, erdőkben szürke töltsérgomba szokott lenni, ami ehető gomba, és lila pereszke. A mezőn még ősszel lila tönkű pereszke jelentkezik 10. és 11. hónapban. Vannak-e veszélyes gombafajták, illetve hogyha vannak ezen a térségen, akkor melyek ezek? Veszélyes gombafajták vannak azért. Hát a gyilkos galócát említeném, ami például Karcagon a Apavári erdőből került elő tavaly is, meg a város környéki erdőkből is, a tölgyesekből előkerült. Bizonyára kisújszálláson is elő fog fordulni, vagy elő is fordult már. Ez a igen mérgező, tehát halálos mérgezést okozó gomba. Azon kívül hát a mezei szegfű gombának a szinonimája tulajdonképp hasonló. Ez a parlagi töltsérgomba, vagy mezei töltsérgomba. Ez egy viszonylag enyhébb mérgezést okoz, nem halálos mérgezést, de súlyos mérgezést, ilyen muszkarin típusú mérgezés. Hányás, hasmenés, látási zavarok, akkor nyálfolyás, tehát elég kellemetlen tünetekkel jár. Ellenanyag az atropin, orvosi javallatra. Milyen időjárási körülmények kedveznek a gombaszedéshez, illetve mikor találhatunk könnyen gombákat? A gombaszedés és a gombagyűjtés legkedvezőbb időpontja általában az ősz szokott lenni, de a tavaszi időszakban is előfordulnak gombák, mégpedig főleg a mezei szegfűgomba és a csiperkefélék. Hát a legkedvezőbb időpontja tavaszi időben a május, június közepéig, de már április közepétől is előfordulhat mezei szegfűgomba, csiperkegombák, és a csapadék függő dolog a gomba, mivel hogy ha 50-60 mm csapadék áprilisban lehullik, ami esetleg előfordulhat, még májusban követi egy 80-100 mm-es havi mennyiség, és még júniusban is van, akkor jelentős gombatermés várható, még előfordulhat, hogy július elejére is átnyúlnak a tavaszi gombák, tehát a mezei szegfű gomba, csiperkék, és hát az őzlábak is megjelennek már, a nagy őzlábgomba, meg a piruló őzlábgomba az erdősávokban. A gombák dandárja őszi szezonban jelentkezik, hát ez úgy augusztus végétől egészen előfordult, hogy még december elején is voltak gombák. Hát itt megemlíteném elsősorban a pöfetegféléket, a óriás pöfeteget, ami már augusztusban jelentkezik, utána hát a csiperkék következő hulláma is jelentkezik, ez a sziki csiperke, a mezei csiperke, az erdőszéli csiperke, a kerti csiperke szintén előfordul csapadékos időjárás esetén, ezen kívül a szürke töltsérgomba, lila pereszke, lila tönkű pereszke, ezek is ilyen őszi gombák, és jelentős tömegben előfordulnak. Például 2009-ben több más a
termés volt, ami hát javarésze kint is maradt a karcagi részen például, de itt Kisújszálláson is. Úgy hallottam, hogy a gyűjtők jelentős mennyiségbe begyűjtötték 2009-ben, és itt még 2010-ben is volt, Karcagon nem annyira volt jellemző. Ez a lilatönkű pereszkám egy ilyen jó gomba, ehető, és szépen jó ízletes, akár pörköltnek, vagy levesnek, vagy rántva, tehát használható. Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy milyen felhasználási területei vannak ezeknek a gombáknak, illetve hogyan tárolhatjuk a leszedett gombát? Hát most az a helyzet a gombákkal kapcsolatban, hogy ezek általában többféleképpen elkészíthetők. Hát itt gyakorlatilag gomba pörköltnek szokták, gomba levesnek vagy rántani, de ezen kívül számos más módja is van. Hát töltött gomba például, amit itt látunk is, esetleg ezek a kucsmagomba féléknek a fajai egyik másik alkalmas töltésre, például a ízletes kucsmagomba, és hát gyakorlatilag a hegyes kucsmagomba is az kisebb valamivel, de ilyenkor tavasszal ez is megjelenhet akár a nagykunságban is. Bár hát ezt, amit itt behoztam, példányokat, ezek debreceni nagy erdőből valók, ez cseh kucsmagomba. Ezt nem lehet tölteni, de egy jó ízletes pörköltnek például elmegy. Hát, igen, és azt is akartam kérdezni, hogy miért tegyünk gombát? Milyen jótékony hatása van akár az emberi szervezetre? Hát a gombákkal kapcsolatban azt el kell mondani, hogy az összes eszenciális aminósavat tartalmazza, ami nélkülözhetetlen az ember számára, amit nem tud előállítani az emberi szervezet. Hát ezek a fehérjéknek a építőkövei, ezek az aminósavak. Hát ezen kívül rendkívül jó étrendi hatása is van a gombáknak, ez elismert tudományosan is, azon kívül egészségügyi is vonatkozásban is, tehát van jelentőségük, például a óriás pöfeteg egy gyulladás csökkentő hatásáról nevezetes, akkor a téli fülők az daganat megelőzés, rákos daganat megelőzés szempontjából érdemes fogyasztani. Szépen, hát az a helyzet, hogy vannak még ilyen fagombák, például pecsétviaszgomba, az is gyógyhatásáról ismeretes, tejába szokták használni. Tehát mindenféleképpen előnyös a vadontermő gombák fogyasztása, sőt, még hát megemlíteném itt a gyapjas tintagombát, ami termeszhető is, és hát itt tavasziban előfordul, elég sűrűn, sok helyen. Ez például cukorbetegség ellen igen jó gyógyhatása van. Sőt, Pesten van egy ember, aki ezt a Bató Attila ezt termeszti is, ilyen szépen, és értékesíti is elég nagy mennyiségekben. Ha valaki esetleg gyűjt gombát az erdőben, és akár mondjuk mezőn is, hol tudja ezeket a gombákat bevizsgáltatni? Létezik-e még olyan, hogy gombaszakértő, illetve itt a környéken hol találhatunk gombaszakértőt? Tudomásom szerint Kisújszálláson nincsen megbízott gombaszakértő, tehát formális gombaszakértő, azonban hát informális gombavizsgálók vannak, akik hát nem fizetéssel, hanem hát, hogy mondjam, fizetés nélkül is megvizsgálják ilyen ismeretségi alapon a gombákat. Hát így név szerint nem tudnék mondani senkit, de legközelebb szerintem Karcagon én vagyok a gombavizsgáló, Szél Attilának hívnak, és hát tavalyi szezonban a piacon is vizsgáltam gombát, hétfő, csütörtök és szombati napon 6 órától 7:30-ig. Az, hogy most erre az évre milyen elképzelés van, konkrétan nem tudom, tehát hogy kötnek-e velem szerződést, minden esetre én szerintem indokolt lenne Kisújszálláson is egy ilyen megbízatást, kérem szépen, finanszírozná a város. Lehet valahol gombaszakértőnek tanulni? Én tudomásom szerint igen. Amikor én 2004-ben újból vizsgáztam, akkor Budapesten sikerült
levizsgázni, és ott volt egy ilyen szakellenőri tanfolyam. Hát ezt a Szent István Egyetemen szervezték ezt a tanfolyamot, és hát itt a vezető képző intézet keretében történt, ez Budapesten a Ida utcában van a vezetőképző, Zuglón intézetnek a székhelye.